Sziasztok, mongufták! Nem is gondoltátok volna, hogy idén még bejelentkezünk, ugye? Mármint, hogy a szilveszteri live-ot tudom, hogy várjátok, de hogy ma a névnapi cucc után. Úgyhogy itt vagyunk, konkrétan azért vagyunk délpatán, mert téli kívánságoztunk. És nagyon érdekes frissítés elé nézünk. Jana mondta, hogy ne éljem bele magam, mert volt a leírásban, hogy valaki velünk tart, annyi időt volt velünk, hogy velünk tart, és én mondtam, hogy lehet, hogy kapunk egy júlkecske házas állatos, vagy háti állatot. Ki az a feleség? De hogy Jana meg azt mondta, hogy lehet, hogy csak a nyuszit hozzák be örökre, vagy a... Tehát tűzijátékozni, azt látom. Igen, vagy mit mondtál még? Szerintem, vagy a pingvint, vagy a nyuszit behozzák valami állandó állatüzletbe. De én meg mondtam, hogy hát nem. Valamit kapunk. Nem. Elvileg valaki velünk tart, ez az egyik frissítés rész, a másik a bulizás. Nézzük meg, várjál, én még nem vagyok ott. Nekem itt van egy elmaradt 30-a, ja, de akkor sorba haladjon. Én kaptam Jorvik shillinget is. Várjál, 28-a, azóta nem voltunk fent. Igen, 200 Jorvik shilling, 29-dik. Kalidos deseos. Téli kívánság. Igen. És a mai, a 30-a, névnapomra, mit kapok? Ezért, nyerget. Gáláns Gletscher nyerget. Ú, de szép. Bár tudom, hogy neked nem tetszett a színe. Én fel is rakom addig a videóba. Ilyen nagyon szép. Kék, mint Elzának a ruhája. Nézzük meg az elegáns ruhát, ha már itt vagyunk. Mert elvileg a téli faluban van az elegáns ruha is, mint frissítés. Hát ez nem az. Jaj, az ott lesz a buli helyen, nem? Szerintem a buli zónába lesz. Meg valamit kapunk, de az a júlkecskénél. Azt írta, a júlkecskénél vegyük át. Júj, be elcsúsztam. Júj kecske. Júj kecske, itt van. Nem. Na. Ja, megvan. Hát itt semmi nincs. Valami nem jó. Akkor nem ide kell jönni. Értelmeznünk kell majd a dolgokat. Ez az üzlet eddig is itt volt? Nem hiszem. Ó, ez lesz az elegáns. Hát elegáns. Az idei új elegáns, az olyan furán néztél rá. Elegáns. Mikor mutattam képen, takaros, táncos nadrág. Nem láttam. Hát eléggé látszik, mert nincs a közelben semmi másik ilyen üzlet. Ja, és itt vannak a régi elegáns ruhák is. Tavalyiak, vagy az előtti. Ez nadrág, ez szörnyű. Nagyon nem tetszik. Ezt nem fogom megvenni, főleg nem eszéért. A blazer az még csak-csak, de... Én ezt hiszem, hogy nézd, ilyen neven Bond. James Bond. Jó, az mondjuk jobban néz ki. Ez jól néz ki amúgy, igen. De ez a trapézgatja, ezt nem értem, hogy miért kell előtudni. Igen, nem jó. Annyira. Megnéztük, valaki szijázott. Na, mi lehet akkor meglepi? Várjatok, olvasuk már még egyszer, mert már komolyan nem értem. Ja igen, aki Starcoint várta a duplát, most van. Igen. Nem kommentálom, kommentáltam Insta Story-ban. Na, tehát... Ne felejts el bekukkantani a Yulfa alá. Az akkor lehet, hogy fel. Ne felejts el begyűjteni az összes ajándékot. Valaki olyan jól szórakozott veled, idén télen úgy döntött, végleg gyűjteményed tagja marad. Az év utolsó ajándéka, bakker, az holnap van. Ha! Akkor azért. Na csináljuk meg még holnap kapjuk a júlkecskét. Nem fogunk júlkecskét kapni. Ott van Lula Highbird! Szia, Ülola! Jaj, ne! Miért? Megint megint lehet csákót venni a lóra. Ez az. Fejbe rúg. Benne lesz a kidibe, ezért fejbe rúgom a lovadat, de jó. Na, jössz? Várjál, melyikkel kezdjük? Melyik vers? A lentivel? Igen. Holnap jön a júlkecske. Tippeljen mindenki majd komment szekcióban, szerintetek mit kapunk holnap. Ugye tavaly, vagy tavaly előtt már összefolynak. Egyik évben kaptuk a kiskutyát, aztán talán cicát. Igen, cicát kaptunk. Előtte meg tuti, hogy a kutya volt, már az a kis karaktereimben megvan a kutya, igen, mert decemberben váltottuk be. Volt. Igen. Úgyhogy most szerintem júlkecskét kapunk. Mondjuk én adnék egy ilyen nagy német juhászszerű kutyát is.
Te mit tippelsz? Én a juhkecskét. Én beadom a juhkecskét. Nem véletlen. Hát kivel töltöttük a telet? Azt írja, hogy ha már ennyit töltöttük a telet, vagy kapunk egy kis mackót, vagy pedig az őzikét. Vagy valami plüst. Valamelyik ezé plüssét. Állatnak a plüssét. A manónak a plüssét. Vagy egy őzike plüst, egy juhkecske plüst. Azt el tudom képzelni, egy plüss juhkecske. De az, hogy élő juhkecskét, aki fut, azt élő. Nem. Köszönjük. Jó van, hát érted. Ez egy szalmakecske konkrétan. Amit megszállt a lélek, ezért él. Itt futnak. Csak el vannak bűvölve. Mint én, amikor rád nézek. Hogy ott futna mellett a nagy rémszarvas. Úgyhogy tippeljétek meg, hogy mit kapunk holnap. Ne spoilerezzetek, tudom, hogy van, aki már megnézi előre, hogy mit kapunk holnap, mert mondjuk egy olyan szerveren van, ami olyan országban van, ahol már holnap van, de ne spoilerezzünk, hanem csak úgy tippeljetek, hogy nem tudjátok ti se. Én nem ott megyek. Én sem, hát én sem tudok ott menni. Csak bénáskodok egy kicsit. Várhattam volna. Utána nem esett le, hogy 31 napos ez a hónap. Nem, nekem a névnapommal véget ért a számolás. 2020-nak véget. Nincs több fontos dolog. Dehogy nem, a holnapi szilveszteri adás. Hogy ne lenne fontos, ahol az... Szilveszteri adás! Ahol a hivatalos SSO tornazsák is gazdára kerül. Vagy gazdához, gazdára. Ráhúzzuk a zsákot a fejére. Talál. Talál. Gazdára talál is. És ennyi? Kisorsolásra kerül és gazdára. Mindenkitől elnézést, amikor ez a felvétel készül, 24 óra munka után vagyok, plusz még jó pár óra ébrenlét, és gyakorlatilag nem pihentem, mert hogy most vágódik a... Vágódik. Igen, vágódik konkrétan a mai menti három le. Órás. Menti le a három órás. Nem vágódik. Mindegy, én vágódok el mindjárt. Menti le a három órás összefoglalót, mert hogy újra le kellett menteni. Persze a második részt is. Most már komolyan félek a harmadik, negyedik részt, hogy azt is újra kell mentenem majd. És hogy igen, azt időben ki tudjuk premérezni, utána fogunk aludni Janával konkrétan, lemegy a három órás, akkor meg már minek alszok, tehát igen, akkor már... azt mesélj, hogy miért kellett újra vágni. Mert benne maradt egy perc Travis Scott koncert. Ez koncert, ugye a Fortnite-ból, meg emlékeztek Sponcert. Biztos, hogy volt az a nagyon unalmas koncert, ahol az DJ-k élőbe tolták és szánalmasan rossz volt. A Fortnite eventek, azt bele akartam vágni, mert hogy nincs letiltva a csatornán és egyébként se, de most ha újonnan feltöltöd, már tiltva van. Ugyanez volt az első résznél, hogy olyan tartalmakat tiltott le, ami ugyanúgy fönt van, tehát hagyjuk. Maradjunk annyiba, hogy direkt szivat a YouTube, hogy mindent kétszer mentsek le. És nehogy abba az időbe premierezzem, amikorra kiírom. Tehát ez se egy órakor lesz valószínűleg, hanem fél kettőkor, de mire ezt látjátok, már visszanézni tudjátok, ha lemaradtatok. Igen. És Janának ezennel meg lesz az egész téli szett. Én nem tudom, mert én kipakoltam, nekem majd át kell nézni a szekrényt, hogy mit vettem meg, meg mit nem. Itt is van szekrényed. Ja, tényleg. Itt is van taruló mongoftam. Tarulóm. Tényleg a tároló kecském. Júj! De azt se tudom, hogy hová tettem ezeket. Ja. Azt se tudom, mit váltottam be? Szerintem csak... Szerintem nem is váltottad be ezeket. De felszerelés ez igen. Na majd itt jövőre rendet rakunk. Miért érzem azt, hogy ez a kunk ez én leszek? Hát nem tudom, hogy hol van, mindegy, nem annyira fontos, mert megveszem mindegy. Kedves kézműves nyereg, amúgy mik a neveik annak? Gálens Gletscher. Mindjárt mondom neked. Helyi hős nyereg, az nagyon nem ez. Deseos Invernales. Köszönjük. Téli kívánság nyereg, meg ilyesmik lesznek. Ja, hogy úgy van elnevezve alapból? Aha. Aztán. Na jó, akkor azt majd kikeressük le a felvételen kívül. De én azt tudom, hol van a beváltós ház. Itt fönt. Az állatok mellett kell elmenni. Állatok mellett? Igen, és 31 kívánságom van. Na, megvan. Úgyhogy majd lesz mit beváltogatni. Hát mondjuk 31-ek kettőt váltok ki, tehát annyira nem sok. És csak egyszer kell ráklikkelni. Igen, mert ilyen a véletlen volt, hogy ráment, és kétszer megvette ugyanazt. Meg lett volna már a szett. Csak igen. Mondom. Na, örülünk, hogy meg lehet ebből. Semmit nem látnak, de azért nem örülünk. Baj, megvan mindenki. Elhiszitek. De
De várjátok, mindjárt látjátok, hogy megvan az egész. Felveszed. Nekem. Aha. Nézzétek meg. Na. Ilyen a kész szett. Amúgy nem néz ki rosszul, de kövér a lovad. Tiéd is ugyanilyen, pontosan. Gyere, megmutatom máshol. Ahol nincsenek ennyien. Ahol nincsenek ennyien, zita és feja nem megy a fejünkre. Bújjunk el itt a hóba. Persze. Na. Ezek azok a képségek. Amúgy nem rossz, én kicsit ilyen... Nekem nagyon tetszik, úgy néz ki, mint egy mézes kalács. Nagyon tetszik. Én meg végül is akkor felveltem ezt, nézni, én vagyok Elza. De mondjuk nem értem, hogy a takarót miért nem kaptunk Elza alá. Igen, ezt én sem értettem igazán. Akkor legalább kaptunk volna egy takarót. Kaptunk konkrétan egy... Egy nyerget, meg egy bosszált. Igen, és akkor már legalább kaptunk volna valami kék-fehér szart alá. Elza Riding Free. Gyere, csináljunk egy záróképet. Hogy néz rád a nyulad? Felnéz rám. Az én lovam sokkal szebb. Van nálad pénzsépára kell? Írjátok meg mindenféleképpen kommentben, szerintetek mit kapunk holnap, milyen állatot. Holnap találkozunk egy hosszú-hosszú SSO live-ba, és még más játékok is lesznek szilveszterkor, több live lesz szünetekkel, úgyhogy holnap tartsatok velünk délután, délelőtt pedig érkezik a harmadik része az év összefoglalónak. Úgyhogy várjuk a kommenteket, a tippeket, hogy mit kaphatunk, írjátok, hogy szerintetek is jó kecskét. Én bízom benne, nem befolyásolom a mongooftákat. Nem hiszem, hogy új kecskét kapunk. Nagy csalódás lesz akkor a holnapi belépésünk. Sziasztok! Sziasztok!